Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. A Keszthelyi Helikonon szerepelnek a garais diákok. Kiállítás nyílt András Falvi Bertalan munkásságából. A béke és az egészség a legfontosabb Esztergályos Cecília szerint. Zenetörténeti sorozatot indított a Szekszárdi Madrigál kórus. Április 22-én Keszthelyen lépnek újra színpadra a Szekszárdi Garai János Gimnázium színjátszó szakkörös diákjai. A Helikon Tehetségkutató Fesztiválon utoljára 4 éve szerepeltek. Idén Ludas Matyi történetének modernizált változatát mutatják be. Na most már ne sipítozzon itt velem a néni, mert tübegurulok. Ezek itt az élodaim, azt csinálok velük, amit akarok. Nem fog itt mindenféle nénike meg bácsika beleszólni a dolgomra. A Ludas Matyi egyik jelenetét próbálják épp a diákok a Garai János Gimnázium dísztermében. A színdarabbal a Keszthelyi Helikon Fesztiválon lépnek fel a gimisek, ahol 3 napon keresztül a dunántúli középiskolások mérik összetudásukat 20 művészeti kategóriában. 4 éve képviseltették magukat utoljára ezen az országos rendezvényen. 18-ban volt legutoljára, akkor a Vörös Rébőket vittük, és hogy akkor most 22-ben vajon mivel lépjünk színpadra, és hát sokféle dolgot próbáltunk, a gyerekek arra szavaztak, hogy egy megírt előadás legyen, és aztán mesejátékban, meg különböző misztérium drámában, egyebekben gondolkodtunk, de a végén rátaláltunk a Hajó Zsuzsa által báb előadásnak megírt Ludas Matyi változatra, és akkor emellett döntöttünk úgy, hogy belemixeltünk más Ludas Matyi ötleteket és előadásokat, és ebből alakult ki egy G.J.G. és Ludas Matyi. A fesztivál az minősítéseket is ad, úgyhogy hát jó lenne minősítést szerezni, mert azért az elmúlt évek, vagy az elmúlt helikonok, én 2006-ban vittem először színjátszó csoportot a helikonra, eddig arany és ezüst minősítéseket sikerült szerezni, hát most nem tudom, hogy majd ennyi kihagyás után hogy fog sikerülni ez az előadás, de nagyon bizakodóak vagyunk. Ősszel 16 fős volt a csoport, abból most már 3 végzős kimaradt ebből az előadásból, az egyéb elfoglaltságok, meg az érettségére való készülés miatt, illetve versenyek miatt most is van olyan színjátszósunk, aki nem tud eljönni a helikonra, mert bejutott a Győri Kazinci verseny döntőjébe, a Szép Magyar Beszéd döntőjébe, úgyhogy ő most arra készül. A másik színjátszósunk a Szavária Történelem verseny döntőjébe jutott, ő meg Szombathelyre készül ugyanebben az időpontban. Úgyhogy végül is most 10-en játszok ezt az előadást. Hát ennek az volt a következmény, hogy elkezdtük 16 főre kidolgozni a darabot, aztán kibővítettük, aztán meghúztuk, aztán megint meghúztuk, mert hogy 30 percnél nem lehet hosszabb a bepakolással és a lepakolással együtt az előadásunk. A Nemzeti Tehetségprogram minden évben ír ki pályázatot különböző témákra, így művészeti szakkörök működtetésére. A Garai Gimnázium többször is pályázott már a támogatásra, és legutóbb sikeresen el is nyerte azt. Ennek a pályázatnak a keretein belül rengeteg dolgot meg tudtak valósítani. Mi most már többször pályáztunk, és 2020-ban volt ez a pályázat, és nyertünk is rajta. A feltétel az volt, hogy egy 60 órás tehetséggondozó programot kell végigvinni, illetve a program keretében külső szakembereket lehet meghívni. Egy 3 napos tábort is bevállaltunk, ami még most szeptemberben volt a tanévkezdés elején, egy ilyen összerázó, mert a Covid az eléggé betett a csoport munkájának, ugyanis már ennek a pályázatnak le kellett volna futni az elmúlt tanévben, de a Covid miatt nem tudtuk megvalósítani. Mert egyrészt nem lehetett szakkört csinálni, színjátszó szakkört sem, meg énekkart sem, másrészt pedig utána meg a távoktatás miatt akkor meg megint csak nem lehetett próbálni, úgyhogy igazából ezt a munkát most szeptemberben kellett kezdenünk, és előről a csapatépítéssel, úgyhogy egy ilyen volt. Aztán beterveztünk egy budapesti szakmai programot is, amikor elmentünk egy színházi nevelési foglalkozást megnézni a Szélben Szállókat. A Stúdió K színházban adták elő ezt a darabot. Ez volt még a programunk része, illetve akkor megnéztük az Adi Múzeumban az Adi kiállítást, és ott is volt egy ilyen színházi nevelési része is a foglalkozásnak. Aztán hívtunk trénert, aki egy kicsit a táborban, például a szeptemberi táborban a csapatnak az összerázásában segített, meg improvizációs gyakorlatokat tanított nekik, vagy hát gyakoroltatta velük. Hajó Zsuzsa, Ludas Matyi színdarabjának a kontextusa megmaradt a vidéki millióban, mégis számos modern elemet tartalmaz.
Például a Hajduk szerepét most bőrkabátos napszemüveges verőlegények alakítják, és a darab nyelvezete is a mai kornak leginkább megfelelő szavakat, szófordulatokat használja. Viszont Ludas Matyi alakja ebben az átiratban is csak egy szegény legény, akit az anyja egyedül nevel. Döbrögi uraságot azonban már egy mai, modernebb változatban láthatjuk, mint ahogy azt az eredeti történetben megszokhattuk. Matyi szerepét Nemes Zsombor kapta. Emlékszik már, bácsika? Emlékszik arra a szegény, szerencsétlen fiúra, akinek a lúdjait bottal fizette ki? Akkor megígértem magának, hogy háromszor verem vissza. Ez volt az első. Igazából tetszik a szerepel, meg most már jó, mert egyre jobban haladunk, szóval kezdjük egész belátni az egészet, és amúgy szerintem egész jó darab lesz ebből. Eredetileg nem én kaptam volna ezt a szerepet, csak hát ugye változtak a csapattagok, valaki kiesett, valaki jött, és igazából a Báló tanárnő meglátta bennem így a lehetőséget, és akkor így kerültem bele. Először is én vagyok a Döbrögi méltóságos úr, Döbrög ura. Ha engem meglát, kalapot levéve, tisztességgel köszöntemet kell. Mondtam, hogy adjon Isten, nem, de? Le kell venned a kalapodat, meg kell hajolnod. Miért? Mert ez a szokás. Döbrögi figurája, aki a történetben a hatalom megtestesítője, egyszerre esetlen és szánalomra méltó. Viselkedésével sokszor hozza magát kínos helyzetbe. Dicső Botond játssza el a pocakos uraság szerepét. Nagyon érdekes. Nem volt igazából még ilyen ennyire fő szerepem, vagy majdnem fő szerepem. És hát nagyon érdekes egy 50-es éveiben járó kövér férfit alakítani, így 15 évesként. Vannak benne modernebb elemek, mint például itt az előbb ez a kis ilyen rámozdulás, meg ilyen tapizás, meg ugye ez az edzés, meg ezek, tehát igazából úgy kicsit elrugaszkodik a régitől ilyen értelemben, de nagyon sok hasonló eleme is megmaradt, mint például az evés, meg a lustaság, meg ez az erőszakosság. A Garai Gimnázium színjátszós diákjai április 22-én lépnek színpadra Keszthelyen a Helikon Fesztiválon. Kiállítás nyílt a Szekszárdi Vármegyeházán András Favi Bertalan, a ma élő egyik legnagyobb néprajzkutató munkásságából. A bemutatót egykori tanítványai állították össze azzal a céllal, hogy egyrészt a látogatók képet kapjanak arról a sokrétű és új szemléletű munkásságról, amelyet András Falvi végzett, másrészt bizonyítsák, hogy a néprajzkutatása nem csak a hagyományok és szokások történetének feldolgozása, hanem példamutatás, egyfajta megoldási javaslatok tárháza a jövő számára. Stílszerűen a Bogyiszlói zenekar húzta azon a kiállítás megnyitón, melyen a magyar néprajzkutatás doajenjének András Falvi Bertalannak életét és munkásságát mutatta be a Vosinszky-Mór megyei múzeum. András Falvi azt vallja, hogy a magyarságot, a nyelvét, a művészetét, társadalmi kapcsolatait nem lehet megörökölni a vérrel. Ezt megtanulva kell vállalnia az egyénnek. A most elkészült kiállítás megszervezésében egykori tanítványainak közös akarata öltött testet. 2021. november 17-én ünnepeltük András Falvi Bertalannak a 90. születésnapját, és konkrétan erre a születésnapra mi, akik tanítványai voltunk, szerettünk volna egy kiállítással tisztelegni az ő munkásságának, illetve az ő nagyszerűségének. Igazából így indult el ez a történet. Közben rájöttünk arra, akiket így összeszedtünk, hogy mindenkinek van egy szakterülete, amivel Berci bácsi is foglalkozott, és ahhoz hozzá tud rakni valamit, illetve azt reméltük, hogy Berci bácsi kutatásait egy kutatói, fiatal kutatói perspektívából tudtuk megnézni. És ez is adott egy olyan fajta különlegességet, ami meg már a mi személyiségünkön keresztül szűrődött át. De én azt gondolom, hogy mivel mindenki nagyon nagy tisztelettel és szeretettel nyúlt ehhez a témához. Én azt gondolom, hogy jó arányokban és jó irányokban tudtuk megfogni ezeket a témákat, és a kiállításnak ezek a markáns szegmensei egyébként.
Balázs Kovács Sándor néprajzkutató arról beszélt, András Fadvi Bertalan a szakma 20. 21. századi egyik legnagyobb alakja, aki olyan új dolgokat fedezett fel és figyelt meg a magyar falusi közösségek életében, ami egyedinek mondható. Legjellemzőbb és a legfontosabb dolgáról kéne beszélni, ugye 1955 és 1960 között a Szekszárdi Múzeum néprajzkutatója volt, ő az egyetemről, az ELTÉ-ről rögtön ide került, és mint ilyen ugye elődömet tisztelhettem benne, és hát természetesen nem csak elődömet tisztelhettem, hanem még azonos kutatási területünk is volt, mert ő itt szembesült a Sárköz gazdag népi kultúrájával, és nem csak gazdag népi kultúrájával, hanem a Sárköz gazdaságával és gazdasági életével, adottságaival, és itt figyelte meg, illetve kutatási eredmény, levéltári kutatási eredményei alapján figyelte meg és írta le tulajdonképpen az ártéri gazdálkodásnak a jellemzőit, ami ugye a Sárköz-Mocsárvilág itt nagyon jellemző volt, és egészen a 19. század második feléig a vízszabályozásokig jellemző volt a Sárköze, és a Sárköz gazdasági életének meghatározója volt, és hát mint a Sárköznek életet adója volt. Nem csak a recenzgyűjtéssel foglalkozott, és az alapján írta le ezeket a jelenségeket, hanem ő vette a fáradtságot, beült a levéltárba. Persze ez nagyon sok idő is kellett, és ő becsülette, átkutatta az utóbbi 2 vagy 3 évszázadnak azokat a levéltári forrásait, amiből ezekre a jelenségekre a korábbi anyagot is megtalálta. De nem csak a forrás, az eredeti forrásokat nézte, megnézte a térképeket. Tehát egy komplex vizsgálatot végzett. És ezek a módszerek azok, amelyeket ő behozott a néprajztudományba is. Gyakorlatilag a történeti néprajzot művelte a recenzgyűjtések mellett is. Munkásságával védik a szakemberek, András Fadvi olyan látószöget adott a néprajzzal foglalkozó kutatók számára, amely meghatározóvá vált a későbbi generációk munkastílusára. Berci bácsi, én azért hívom Berci bácsinak, mert ő az egyetemen engem tanított, és mindenkit, aki a kurátorként részt vett ebbe a kiállításnak a létrehozásában, és hát tanárként is, emberként is, kutatóként is igazából egy példaértékű életpályát járt be, vagy jár be, és mindenképpen egy követendő példának tekinthetjük bármilyen szempontból. Egyrészt egy világlátást, egy szemléletet mutatott meg nekünk, a kapcsolatát a tájjal, az emberekkel, azt a fajta kedvességet, egyfajta kutatói attitűdöt, hogy ő hogyan állt hozzá, milyen alázattal kezelte ezeket a kutatásokat, kezelte az embereket. Tehát én azt látom, hogy Berci bácsi kutatásánál az ember, a táj, a gazdálkodásnak, tehát ebben minden benne volt, a természet, a gazdálkodás, az embereknek, az egyéni egymáshoz való kapcsolatuk, illetve az egyén a közösségnek a kapcsolata, és a közösségnek a tájhoz való kapcsolata, ez mind-mind fontos szempont volt az ő kutatásaiban, és szerintem ő ezeket az órái mindig igyekezett átadni. A népművészet áll a kiállítás középpontjában. Ezen keresztül mutatja meg mindazokat a témákat, melyekkel András Fadvi Bertalan foglalkozott. Berci bácsi szemléletében nagyon sok minden arról szól, hogy a régi paraszti világban a közösség az nem csak egy szankcionáló tényező, hanem egy nagyon erős felkaroló, megtartó tényező is volt, és hogy a mai individualizálódott világban ezzel a közösségi értékekkel lehetne példát állítani, hogy az ember nem magányosodjon el. Tehát ez is egy olyan alapvető fontos utalása vagy mozzanata ennek a kiállításnak, amit azért szeretnénk, hogyha átjöjjön. Azt vallom, hogy a néprajz a jövő tudománya. És ebben is ez van benne, hogy milyen példákat, milyen tanulságokat meríthet a mai kor embere a néprajzból, ami teljes mértékben használható és élhetővé teszi a jövendőt, illetve az elkövetkezendő társadalmak számára, megőrzi a környezetet, a földet és egy élhető világot tud teremteni. A tanítványok véleménye szerint mindaz, ami kiolvasható az idős mester kutatásaiból, egyértelművé teszi, hogy a néprajz nem a múltról ad egy képet, hanem megoldásokat kínál a jövőre nézve. Adj békét, Uram címmel tartott előadást a Kossuth Díjas színésznő Eszter Gályos Cecília a Garai János Gimnázium dísztermében megrendezett léleképítőn.
A művésznő beszélt az életéről, munkásságáról, és elárult, hogy honnan van még közel 80 évesen is ennyi energiája, lendülete és életöröme. Adj békét, Uram, és költözzék békesség a szívembe. Csituljanak háborgásaim, csillapodjanak haragvásaim. Adj a világban békességet, Uram, hogy élni tudjunk, hogy tudjunk élni rettegés, félelem, marakodás nélkül. Egy templomra festve látta és tanulta meg ezt a fohászt Esztergályos Cecília, Kossuth Díjas színésznő, ami azóta az élete vezérfonalává vált. Ezért is adta ezt a címet a Léleképítőn tartott előadásának. Egész életemben ezért imádkozom, imádkoztam, hogy adj békét, Uram. Hát azért, mert olyan helyzet van most a világban, hogy semmi más nem fontos, csak az, hogy adjon az Isten békét nekünk. Békét és egészséget, és egymást. Egymásért és egymást szeressük ezért. Nem tudjuk, hogy hogy lesz, meg mint lesz. Én nagyon sokszor vagyok lent, és nagyon sokszor vagyok kétségbe esve, és borzalmakat látok a világban, de mindig kapok egy jelet az Úristentől. Nem tudom megmondani, hogy mit. Úgy érzem, hogy nekem még van dolgom. Sok dolgom a világban. Fordítva vagyok, bekötve, mindent másképp csinálok, mint ahogy kéne. Engem nem zavar, nem sokára, ha Isten is úgy akarja, akkor 80 éves leszek, és hogyha nagy... Nagyon szépen köszönöm, még nem vagyok. A pandémia előtt 13 darabban játszottam, 6 helyen. Most jelen pillanatban, hála Istennek, hogy van egy állandó színház, az Új Színház, akik számítanak rám, a Dörner Györgyre. 2014 óta számít rám. Tehát nem, a József Attilába most fogom játszani utoljára a Mici néni két életét, ennek nem örülök, csak így mondom, hogy azt higgyék, hogy örülök, mert leveszik műsorról, mert már régóta ment ez a darab, 10 éve, ugye? Mert 2010. december 11-én mutattuk be, és összesen 120-130-szor ment ez a darab. Imádtam játszani, de így nem jó, hogy 2 év kimaradt, meg vigyázni kell, meg minden. Nem baj, majd jön más. Nagyon sokszor voltam, nagyon lent. Amikor mindenhol megkértek, hogy lenne olyan kedves, nem kértek meg, csak más ült a székemen. És mindig kaptam lehetőséget, hogy menjek tovább. Nem sikerült az soha, amit én szerettem volna, de lehet, hogy én rosszul szeretek. Én rosszul szerettem volna szerepeket, életet, minden mást. Minden másképp sikerült, nem úgy, ahogy én gondoltam. Hozzátette, minden okkal történik. Úgy szeretnélek én is, lámpásom este négy halvány fénye mellett, megörökítni, drága arany és kék szavakkal, csak téged festeni, még újabb el nem szárad, mint romló fának ága, s lelankad fejem a béke isteni ölébe, én szerelmem, világ legszebb virága. Boldog vagyok, hogy van egy ember, akivel élek már nagyon régóta, és számít rám. Ő vállalja azt, hogy ő fölhagyott mindennel, ő a doktori iskolától kezdve mindent elvégzett, zenész is volt meg minden, de most cillológus, Cili, Esztergályos Ceciliának a megfejtője. A fibda elkészült, gyönyör, impozáns, alaptelte 20 négyzetméter, szóval Luther húzatmentes, lényeges. Három fekhely van benne, kettő a bejáró, csikáó, meüregesen. Az uamnak is nekem egymással párhuzamosan, hogyha lehet még ott is. Hát ki tudja maga, tudja, na látja.
A harmadik fekély az ott hátul kevesben az anyósomnak, de az is meglehetősen jó hely az anyósomnak. Na, hát szóval a kripta elkészült, 2 milliónk, 5 milliónk, 20 milliónk, 100 milliónk ment rá, és abba gondoltunk, hogy ami ezek után ma van utánunk, az legyen az állami. És akkor az öregasszonnyal összevesztünk, de hát Makacs az öregasszony nem hajlandó békülni, sőt kijelentette, hogy nem hajlandó velem egy azon sívalba feküdni. Hát most mit csináljunk? Itt állunk megfőzve egy háromszemélyes köptával, és csak ketten vagyunk oldal. Hát először abba gondoltunk, hogy feladunk egy apró hirdetést az ingatlan rovatba, de hát ki tudja, hogy miféle ember jelentkezne, ne értsem félve, nem vagyok sznob, de hát mégsem mindegy, hogy kivel fekszik az ember, ugye ott. És hogy mit üzen a művésznő az embereknek? Ne adják fel soha, senki ne adja fel. Kilökik, kivágják, szörnyű állapotban van. Higgyen, a hit tovább viszi, a hit. Én boldogan megtéríteném az embereket, boldogan vállalnám azt, de aki nem akar, azt erőszakkal nem szabad. Már nem tudok beszélni, anyukám, és még hazamegyek. Te, kérlek szépen, ezeket hagyjátok ki, csókolom a kezeteket. Zenetörténeti sorozatot indított a Szekszárdi Madrigál kórus. Jobbágy Valér és együttese arra vállalkozott, hogy a muzsika segítségével és a társművészetek bevonásával fest képet 4 korszakról. Az elsőben a reneszánszról tudhattak meg többet a látogatók. A televíziózás hőskorában az 50-es években Amerikában egy világhírű muzsikus, nevezett Leonard Bernstein, arra vállalkozott, hogy olyan programot indít, mellyel közelebb hozza a zenét a fiatalokhoz. A kezdeményezésnek olyan sikere volt, hogy a világ számos televíziójában, még a magyarban és a szocializmusban műsorra tűzték a sorozatot. Nos, Jobbágy Valér, a Szekszárdi Madrigál kórus vezetője is nagy tisztelettel adózik Bernstein munkássága előtt, és bár azt mondja, sosem emlegetné magukat egy lapon, mégis az ötletben, hogy a zene segítségével hozzuk közelebb a hallgatósághoz a művészeti korszakokat, érez ő is párhuzamot. Úgy érzem, hogy azért az elmúlt évtizedek, fél évszázad alatt elég sok olyan ismeret gyűlt össze a különböző korokról, ami talán mindenki számára izgalmas, érdekes, merem mondani, hogy újszerű, és ez a gondolat indította, vagy indított el bennünket arra, hogy csináljunk egy ilyen sorozatot, amiben végigjárjuk a jelentő zenetörténeti korokat. Nem azzal az igénnyel, hogy most mindenről beszámoljunk, mert hiszen a zenetörténet hihetetlenül sokrétű és gazdag, hogy erről szó nem lehet. Legszívesebben azt mondanám, hogy az én reneszánszom, az én barokkom, az én klasszikám és romantikám és 20. századom, hogy én mit tartok érdekesnek, érdemesnek, bemutatásra fontosnak ebből a korból. A sort a reneszánsz nyitotta, amiből például olyan érdekességeket is megtudtunk, hogy a francia sanzon is ebből a korból datálódik, és azt is, hogy a reneszánsz muzsika és a geometria között szoros összefüggés fedezhető fel. A madrigál ezúttal kifejezetten törekedett arra, hogy az egyházi zenék mellett a világi muzsikával is megörvendeztesse a hallgatóságot. Most megpróbáljuk a világi zenét közelhozni, mert azért nem mellékesen az évtizedek alatt mindig előkerült egy-egy versenyre, egy-egy bemutatóra, egy-egy fellépésre, ahol
kívánság volt az, hogy nagyon röviden mutatkozzon be a kórus, nagyon rövid idő alatt mutasson valamit magából, és akkor mindig elővettünk egyet-egyet. Ezeknek nagy része aztán elfelejtődött, úgyhogy most föl kellett frissíteni ezt a repertoárt, és ennek a bemutatásával próbálunk egy kicsit betekinteni a reneszánsz zenébe. A zene mellett szerephez jutottak a társművészetek is, színesítve ezzel a korrajzot. Jaj, meghalok! S én élek! Jaj, a hajam! Olyan régen várok rád lesben, hogy végül hálomba csak belestél. Úgy ám, s most nem köntösöt fogom, bugocskám, hanem hajat! Én rám álltál, szatíró? Igen, rád! Nem te vagytál Koriszka? A hazugság igazi, híres mestere, ki hazug szavacskát, árreményeket, meg hamis pillantásokat ad el drágán. A zene az mindig kapcsolódott valamihez. Kapcsolódott az építészethez, a színházhoz, az irodalomhoz, a tág értelembe vett társadalmi kultúrához. Hihetetlen mennyiségű zenét írtak különböző világi alkalmakra, és ez mind valahol egyé forrott, éppen ezért éreztük azt, hogy ezeket bekapcsoljuk, irodalmat, hangszeres művészetet, és a többi, és a többi. Arra nem vállalkozunk, hogy az adott kor kultúrájának egészéről képet alkossunk, mondta Jobbágy Valér. De arra igen, hogy a hallgatók ismeretét tágítsuk az éppen témához szolgáló korról. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!